A résztvevők megismerhették a Tamási Tambau Kft. Legújabb projektjeit és stratégiáját, amelyek a régió építési folyamatait támogatják. A találkozó elősegítette a közös munkát és megalapozta a jövőbeli együttműködést a kamarák és a vállalat között. Örömünkre szolgál Tambau Kft.-nek, mi szerint a három vármegye mérnöki kamaráinak delegáltjai, illetve érdeklődői meglátogatták a társaságunkat. Én nagy örömmel vettem ezt, elnök asszonyunktól a megyei mérnöki kamara, elnök asszonya Palotásné Kővári Terézia még tavasz időtájt keresett meg ezzel a gondolattal, és teljes mellszélességgel mellé tudtam állni, hiszen a mérnöki tevékenységek, az építőipar tevékenységének teljes komplexuma, én azt gondolom, hogy az emberi értékrendeken alapul, és nagyon sok kollegális kapcsolatok szakmai értéken és ezen kívül is kötődnek, hiszen a mi korosztályunk már évtizedeket tudhat maga mögött, és ezek az évtizedek, ezek eseményekkel, élményekkel, szakmai tapasztalatokkal tele vannak. Ezek a rendezvények, mint mondtam, volt teljes támogatásomat élvezik, és nagyon örülök, hogy házigazdái tudunk lenni ennek a három megye mérnöki kamaráját magába foglaló rendezvénynek. Bemutatjuk a telepünket, beszélgetünk a szakmáról, és természetesen beszélgetünk az élet minden dolgairól, hiszen ezek a kapcsolatok, ezek mind részben, mint említettem, emberi részben, pedig szakmai kapcsolatok. Én nagyon örülök, hogy megrendezhettük ezt a rendezvényt. Palotásné Kővári Terézia, a Tolna vármegyei mérnöki kamara elnöke hangsúlyozta a közös munka fontosságát, és kiemelte, hogy a partneri kapcsolat a helyi vállalkozásokkal kulcsfontosságú a hosszú távú fejlődés és az építőipari tervek sikeres megvalósítása szempontjából. A mai rendezvény, ez a 2018-ban létrejött három megye között aláírt együttműködési megállapodás értelmében jött létre, ami azt jelentette, hogy a három kis mérnöki kamara, a Nógrád megyei, a Heves megyei és a Tolna megyei mérnöki kamara közötti együttműködésre alapozódik, ami szakmai együttműködés, kulturális is nyilván, és egymás segítése, tapasztalatcsere a három megye között. Ezt tartalmazza ez a 2018-ban aláírt együttműködési megállapodás, melynek értelmében évente mindig a másik megyéhez megyünk el egy szakmai tapasztalat cserére. Ebben az évben, ez Tolna megyében került erre sor, a Tolna megyei mérnöki kamarának a mai és a holnapi rendezvénynek a szervezője. Első napon szakmai programjaink vannak, előzőleg délelőtt a Dalman ZRT-t látogattuk meg, ahol a Bonafarm csoport mutatkozott be, a tevékenységét mutatták be, tevékenységüket, majd azt követően öntözési témában kaptunk tájékoztatót, hisz az itt lévők, mindannyian mérnökök vagyunk, illetve a kísérőik. Most több mint 60 fő van itt jelen a három megye mérnökei részéről. Most vagyunk itt a Tambau Kft.-nél, kedves vendéglátónknál, Kólya József lát vendégül bennünket, illetve mutatja meg a telephelyét és a tevékenységét mutatja be számunkra. Rittenbacher Ödön, a Heves vármegyei mérnöki kamara elnöke kiemelte az összefogás jelentőségét, a tudásmegosztás, a szakmai továbbképzések és a regionális beruházások támogatása terén. Mindenféleképpen azt, amit már kitűztünk akkor, amikor megállapodást kötött a három kis kamara, mert mi vagyunk a legkisebbek a magyar mérnöki kamarán belül, azt, hogy mindenféleképpen új szakmai területeket ismerünk meg, tulajdonképpen ezek a látogatások sokszor fölérnek egy képzéssel. És hát ez volt a cél, és hát szerencsére a Tolna vármegyei kamara nagyon tökéletes programot készített elő a részünkre, aminek természetesen a végén van egy kis kulturális beszélgetős része is. Úgy gondolom, hogy tervezőmérnököknek vagyunk a kamarái, illetve hát műszaki ellenőröket tartunk nyilván, és hát ezek a megvalósult létesítmények arra utalnak, hogy és egyben mutatják azt, hogy jól dolgoztunk-e. Talán ez az egyik legfontosabb, és hát szerencsére, úgyhogy három vármegyéről beszélek, ennek a három vármegyének a területén a legkülönbözőbb fajta
létesítményekkel és érdekes létesítményekkel találkozunk. Hát olyannal, amit mondjuk speciál a mi megyénkben nincs, de ugyanúgy a kollégák olyannal találkoznak, ami meg az ő vármegyéjükben nincs. Bozvári József, a Nógrád vármegyei kamara elnöke fontosnak tartja a közösségépítést és a modernizációt. Mi egyébként Nógrád vármegyei mérnöki kamara az ország legkisebb kamarája, ám legszerethetőbb kamarája vagyunk, 230 fővel. Most jöttünk 33-an megnézni a kollégák által létrehozott és működtetett műszaki létesítményeket egyrészt, másrészt egy picikét azért az emberi kapcsolatokat is építjük. Én úgy gondolom, hogy a hozadéka ezeknek a találkozóknak, és egyáltalán az együtt, mert ez csak az egyik szegmens az együttműködésünknek, egyrészt szakmailag azt viszonylag nehéz mérni, hogy ki mennyit fejlődik ilyenkor, mert máshol hogy csinálják, megnézzük, és máshol hogy gondolják azt, ezt is megnézzük, és te mit gondolsz arról, hogy ezt is megnézzük, a kollektív bölcsességet építjük ilyenkor szakmailag, de talán ami sokkal fontosabb, és mi kiskamara vagyunk, és ezt átéljük az emberi kapcsolatoknak, az, hogy csak egy telefon, ha nekem én elakadok szakmailag, csak egy telefon, és tudjam, hogy kit kell fölhívni, kivel kell beszélnem, meg egyáltalán ti hogy éltek, hogy élitek meg a mérnökséget, mint ahogy mi ott fönn, északon, itt azért a Paksi atomerőmű környezetébe kíváncsiak vagyunk, hogy itt azért hogy élik meg a mérnökök a mindennapjaikban. A Dalmand az egy fantasztikus dolog volt nekünk mérnök embereknek, hiszen egy mezőgazdasággal foglalkozó multinacionális, tehát egy nagy céget ismerhettünk meg, amiben azért millió egy műszaki létesítmény működik jól, és főleg az, amit a fejlesztésről gondolnak, talán ez volt az a vezérgondolat, ami nekünk a legtöbbet adta a Dalmandiba. Itt pedig egy működő, valóban mérnöki cég, akik elsősorban műszaki létesítményekkel foglalkoznak. Még előtte vagyunk most a riportkészítéskor, de kíváncsian várjuk, hogy megismerjük. A látogatás során szerzett tapasztalatok és a közösen megfogalmazott célok több lehetőséget kínálnak a jövőbeli együttműködésre, amelyek a vármegyék építőipari innovációit támogatják.